Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7 órakor. Óriási siker, Golden Globe díjat nyert a Saul fia. Magyar idő szerint hétfőn hajnalban 73. alkalommal osztották ki a díjakat, amelyeket a Los Angelesben dolgozó külföldi tudósítók szövetsége ítél oda. A díjat a rendező vette át, aki először megköszönte a díjat a szereplőinek, a stábnak, a producereinek, a név szerint a főszereplőnek, Lőrinc Gézának és a filmet támogató filmalapnak. Majd azzal zárta beszédét, hogy a holokauszt az évek során abstrakcióvá vált, de számomra inkább egy emberi arc, és ne felejtsük el ezt az arcot. Továbbra is Karácsony Gergely és Szabó Tímea vezeti a PM-et. Az ellenzéki párt tisztújító ülésén támogatták az olimpiáról és a Városliget rendezéséről tartandó népszavazást, és azt javasolják az ellenzéki pártoknak, hogy előválasztáson döntsenek a következő parlamenti választások egyéni jelöltjeiről. Elnökségi tagján választotta a PM taggyűlése Barabás Mihályt. Hatalmas taps köszöntötte a társelnök választás vesztesét, aki azonban az 5-ről 7 tagúra bővült elnökség tagja lett. Ehhez elsőként Karácsony Gergely gratulált, aki Szabó Tímeával együtt a következő másfél évben társelnökként vezeti tovább a Párbeszéd Magyarországért pártot. A közgyűlés a Városliget beépítéséről és az olimpia megrendezéséről tartandó népszavazást is egyhangulag támogatta. A PM a 2018-as parlamenti választások előtti együttműködés lehetőségeiről is döntött. A PM egy olyan típusú együttműködést tud csak elképzelni, ahol a választók mondják ki a döntő szót. De azt is fontos látni, hogy az előválasztás a mi nézőpontunkból az nem a pártok közötti versenyfutásról szól elsősorban, hanem arról, hogy hogyan találjuk meg azt a 106 igaz embert, akik a helyi közösségeket legitelesebben tudják képviselni. Ág Attila politológus szerint is a Nyugat-Európában már évtizedek óta ismert előválasztás mozgósíthatja legjobban az ellenzéki érzelmű szavazókat. Az emberek ugyanis szerinte jelenleg félnek és túlfásultak egy politikai megmozduláshoz. Azzal Ág Attila is egyetért, hogy felülről nem lehet átalakítani a jelenlegi politikai rendszert. A politológus a PM jövőjét nem merni megjósolni. Ha nem is a szervezet, de egyes szereplői mindenképpen áttörést jelentenek majd ebben a meglehetősen unalmas és zsákutcába torlódó magyar politikai életben. Tehát azt, hogy a PM-nek van-e jövője, azt nem tudom, de hogy Karácsony Gergőnek, Jábor Benedeknek és még sokaknak van jövője a magyar politikai életben, ez teljesen biztos. A PM jelenlegi támogatottsága sem adhat okot túl sok örömre a párt vezetői körében. A közvéleménykutató cégek legfrissebb mérései szerint ugyanis a PM jelenleg nem csak a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-ot, de az állami támogatást jelentő 1%-ot sem éri el mindenhol. Ág Attila szerint emiatt a baloldali ellenzéki pártok további szétforgácsolódása helyett inkább új típusú együttműködések várhatók. Elkészült a Városliget most véglegesnek mondott rendezési terve. A koncepció központjában most már a park megújítása áll, nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Bán László, a Liget projekt miniszteri biztosa. Két múzeumot elhagytak a korábbi tervekhez képest, és a jelenlegihez képest 5%-kal növelik a zöld felület arányát, amely eléri majd a teljes terület 2/3-át. A Hungexpo területére kerül a Magyar Zeneháza, és a Petőfi csarnok helyén épül majd fel az új Nemzeti Galéria. A legtöbb bank várhatóan még hétfőn sem fogadja befogadni a csok igényléseket, de az ügyfelek többsége egyébként most még csak érdeklődik. A következő hetekben nőhet majd meg az otthonteremtési kedvezmény igénylőinek száma. A kormány közben azt ígérte, bővítik a jogosultak körét. Meghirdettük ezt a sok ember számára elérhető otthonteremtési támogatást, ott még majd további lépéseket kell tennünk közfoglalkoztatottak irányába például, ezen dolgozunk. Míg alig indult el a csok, a miniszterelnök már is arról beszélt, szeretnék, ha egyre több család számára válna elérhetővé a támogatás. A Fidesz frakció szóvivője konkrétumokat még nem árult el, azt viszont megerősítette, hogy a közfoglalkoztatottakkal bővülhet a jogosultak köre. Nem mindenkinek tud most azonnal segítséget nyújtani, de családok százezreinek már most is lehetőséget teremt az otthon teremtéshez. A bővítésen gondolkodik a kormány, és a bővítésre a Fidesz frakció is ösztönzi a kormányt. A bankok felkészültek az igénylésekre, ezt állítja a bankszövetség. Ennek ellenére egyelőre nem mindenhol fogadnak be kérelmeket. Országszerte mintegy 2500 bankfiók
Takarék Szövetkezet kollégáit, ügyintézőit kellett képzésben részesíteni. Kiugró az érdeklődés a 3 és több gyerek után járó 10+10 millió forintos támogatás iránt, és megjelentek a bankfiókokban nagyon gyorsan azok az ügyfelek, akik most folyamatban lévő építkezés miatt érdeklődnek. Az egyik állami tulajdonú bank honlapján találtunk tájékoztatót a csokról, egyelőre azonban nem jellemző, hogy a pénzintézetek honlapjukon hirdetik az otthonteremtési kedvezményt. Egy bankot találtunk, amelyik már a héten elkezdte befogadni a csokos igényeket. Itt táblázat segíti az ügyfeleket. Könnyen áttekinthető, hogy a gyerekek számától és a lakás méretétől függően mekkora támogatást kaphatnak a családok. A bankok jelentős részénél január végétől fogadnak be kérelmeket. Önkéntes honvédség felállítására dolgozott ki javaslatot a Jobbik. Novák előtt szerint ugyanis az állam nem biztosítja az alapkiképzés lehetőségét azoknak, akik saját elhatározásukból szeretnék védelmezni az országot. A Jobbik kedvezményeket adnak katonai szolgálatot vállalóknak. Felsőoktatási felvételinél például a nyelvvizsgával egyenértékűvé tenni a szolgálati idő teljesítését, kamatmentessé alakítaná a már végzettek korábban felvett diákhitelét, és adókedvezményeket adna a munkáltatóknak az önkéntes honvédek alkalmazásához. A Jobbik szükségesnek tartja a honvédség harmadik pillérének bevezetését, hiszen a hivatásos és szerződéses állomány, illetve az önkéntes tartalékos rendszer mellett szükséges megteremteni az önkéntes honvédséget, akik alapkiképzést kapnának, azonban egyfajta nyugvó tartalékosi állományt hoznának létre belőle, akiknek a behívását például minősített helyzetekhez kellene kötni. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a fővárosi utakon, közlekedési hírek következnek. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm az RTV minden kedves nézőit. Megnyitották a Frankelleu utat az Üstökös utca és a Vidra utca között, valamint a teljes Vidra utcát. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a Frankelleu úton, a Zsigmond tér és az Üstökös utca között, valamint a Bécsi úton, a Zsigmond tér és a Szépföldi út közötti szakaszon is. Az Üstökös utca ismét az Árpád fejlelem útjáról a Frankelleu útig egyirányú. A Bécsi út továbbra is egyirányú kifelé a Szépföldi úton a Nagyszombat utcáig. De felé a Lajos utcán kell kerülni. A Bécsi út felől nem lehet a Viador utcába behajtani, ezért a Viador utca Zápor utcától a San Marco utca felé egyirányosítva lett. A Pomázi út Aranyhegy út felüljáró építésének újabb ütelke megkezdődik, ezért a Pomázi utat megnyitják a Bécsi út irányába. A Csillaghegy felé tartó forgalom a felüljáró mellett elkészült, új egyirányú útpályán haladhat. Az erre közlekedők számára elsőbséget kell adniuk a vasúti átjáró felől érkezőknek. Köszönöm a figyelmüket, szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok! És eddig tartott a híradó, most folytatódik a Start Rónai Egonnal. Szervusz Egon, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Bokros Lajos jön először hozzád, őt miről kérdezem. Írt két jegyzetet Bokros Lajos, az egyiknek az a címe, hogy a 4 millió szegény ember szétszakadt hazája, a másiknak diadal, hamis adatokkal és hamis illúziókkal kormánykritikus jegyzetek. Ezekről is fogunk beszélni Bokros Lajossal. Aztán jön majd Barabás Richárd, a PM elnökségi tagja, aki elnöknek jelöltette magát, úgyhogy nem tudom most mennyire örül annak, hogy elnökségi tag lett. Az nem volt korábban, úgyhogy tulajdonképpen így nézzük, akkor ez egy előrelépés. De mi lesz a PM-mel? Ugye előbb Géza, te is a híradóban mondtad, hogy mennyire gyengék az adatai a pártnak. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi beágyazottsága sem túlságosan komoly. Nyilván van dolguk vele, erről is fogunk beszélgetni. Azután pedig az éjszaka örömhíréről, Erdély Mátyás, Saul fia operatőre áll rendelkezésünkre telefonon, ugyanis ez a Golden Globe az minden idők, hát úgy tetszik második, de bizonyos értelemben legnagyobb magyar filmes eredménye. Második a tekintetben, hogy ezelé már csak az Oscart szokás tenni, ugye van Szabó István által Oscar-díjas filmünk, de Golden Globe-ot soha semmilyen magyar film, semmilyen magyar alkotó nem nyert. Így azután azt vanok az ünneplésre, és hát 3 nap múlva jön az Oscar jelölés, tehát ezügyben is szerintem van miről beszélgetni. És végül Kovács Zoltánt várom, nem kifejezetten az úszószövetség körüli ügyekről, de például arról is beszélgetünk majd terveim szerint, hogy Orbán Viktor mire gondolt, amikor arra gondolt, hogy a politikát távol kell tartani a sporttól, de vannak más témák, ennél voltak éppen fontosabbak is, bár ez is nézőpont kérdése csupán. Szépen izgalmasnak ígérkezik a következő óra, tehát most folytatódik a Start, de előtte még megmutatjuk az időjárás jelentést is. Én pedig 8 órakor várom önöket híradóval, viszontlátásra!